Az adatok szerint 1941-ben 704 fő lakott a Tolnamegyei Grábócon. Innen elsőként Tolnamegyéből 406 főt telepítettek ki. Mára az utca, ahol a korábbi svábházak álltak, teljesen eltűnt, kecskék legelőjévé vált. Vince Erika, a helyi értéktárt bizottság elnöke mutatta az egykori utcát. Itt volt egy utca, ahol már ugye nincs semmi, csak mezők, kecskék rajta legelnek, és ott éltek még. És volt olyan, aki a faluból itt is született, abba a házba. Az itt élő németség emlékét csak egy emlékoszlop őrzi. Szinte senki sem jött vissza azok közül, akinek el kellett hagynia a lakóhelyét. Aki mégis hazatért, eltemette magába az emlékeket. Egy családot mondtak, de ők is ilyen, már nem tudom, nagyon régen meghaltak, és annyi. Az előzetés a legjobb szó arra, amit a magyarországi németeknek meg kellett élniük, mondta Müller Judit, a pécsi német körtárs elnöke. Gyakorlatilag az őseik által választott, szabadon választott hazájuk hátat fordított nekik, és amiért valóban a II. Világháborúban oly sok bűnt követtek el az akkori német hatalom birtokosai, kollektív büntetéssel sújtották valamennyi magyarországi németet. Amint egy 220 ezer előzött német, az akkori önmagát német nemzetiségű nők valló lakosság mintegy felét tette ki.